A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia az idei tanévben is meghirdette háromfordulós anyanyelvi versenyét, melynek Komárom-Esztergom vármegyei döntőjét a Feszti Árpád általános iskolában rendezték. A verseny épít a nyelvi készségekre, nyelvi kreativitásra, helyesírásra, nyelvhelyességre, szókincsre, anyanyelvi érdekességekre, szabályos és szép nyelvhasználatra. Idén 103 tanuló jutott a vármegyei fordulóba. Az első fordulót mindenki a saját iskolájában írta. Nagyon örültünk, hogy ismét bennünket kért fel a Bendegúz Akadémia a nyelvész megyei fordulójának megrendezésére. Ebben az évben 103 tanuló nevezett a versenyre. Sajnos a korábbi évek tapasztalata alapján sokkal kevesebb, korábban többen voltak, de ugye egészen eddig a járványhelyzet úgy alakította, hogy csak online lehetett ezt a versenyt lebonyolítani, és mi nagyon örültünk, hogy végre újra személyesen is megrendezhetjük ezt a versenyt. Szép számmal indultak a fesztis diákok is, és nagyon sokan bejutottak a megyei fordulóra, úgyhogy izgulunk értük, mert egészen 3. évfolyamtól 8. évfolyamig képviselik iskolánkat. A megoldásra 45 perc állt a rendelkezésre. A verseny lebonyolításában a Feszti iskola pedagógusainak a 8. osztály tanulói segítettek. A verseny feladatok azok mindig kicsit izgalmasak, érdekesek, építenek a tananyagra, leginkább a nyelvtani anyagra, de nagyon sok esetben szükség van a gyermekeknek a logikus gondolkodására is, hogy ki tudják következtetni a helyes megoldást, illetve az utolsó feladatoknál mindig többszörös választás van, tehát több jó megoldást kell megkeresniük a tanulóknak. A megyei fordulón az első 8 helyezettet díjazták, az első és második helyezett könyvet, tárgyutalmat és oklevelet, a 3.-tól 8. helyezett tárgyutalmat és oklevelet kapott. Az eredményhirdetés előtt a verseny résztvevőit uzsonnával kínálták, közben megismerhették a LEGO robotos szakkör munkáját, de akrobatikus Rocky bemutatóval is kedveskedett a szervező iskola. Továbbá a megyei prózamondó verseny helyezettjei előadását is meghallgathatták. A megyei döntőn a következő komáromi eredmények születtek. 2. évfolyam Szabó Gergely, 2. helyezett, Szent Imre általános iskola. 3. évfolyam Borbé Mátyás, 2. helyezett, Lengyel Rebeka Emma, 3. helyezett, Feszti iskola. Ózsvári Ádám, 6. helyezett, Szent Imre általános iskola. 4. évfolyam Nemes Kornélia és Kovács Oládóra, 3. helyezettek, Gogola Barna, 8. helyezett, Feszti iskola. 5. évfolyam Rózsahegyi Kitti, 3. helyezett, Feszti iskola. 6. évfolyam Hornyacsek Luca, 2. helyezett, Music Marcell, 4. helyezett, Molnár Nóra, 5. helyezett, Feszti iskola. 7. évfolyam Horsa Borbála, 3. helyezett, Kósa Roland, 5. helyezett, Simonics Konrád, 6. helyezett, Petőfi iskola. 8. évfolyam Asem Brenner Fruzsina, 4. helyezett, Feszti iskola. A következő állomás az országos döntő lesz, melyen a legjobb tanuló iskoláját, illetve Komárom-Esztergom vármegyét képviselheti.